Karácsony Benő, napos oldal, első rész. Agyonütünk egy leghorn kakast. Részlet. A hosszú utca kitágult a vége felé. A maros tavasz tájéken néha kitágult a medréből, és ilyenkor kis pocsolyákat köpött ide a békák számára, akik világos nappal rábrekegtek a járókelőkre. Éppen le akartam lépni a kuglizó felé, amikor egy színes ronydarab sietve integetett felém. Ugrik borbála volt, a három tetűhöz címzett fogadó köztündére. A pocsolyák közt ugrándozva, innen az ugrik borbála, csábosan közeledett, hogy tüzet kérjen. 60 kiló bacillus, szólottam magamhoz. Egy rossz bőrzsákba csomagolva. Meggyújtotta a cigarettáját, és hódítóan a szemembe mosolygott. Hóna alatt dobozt tartott, amelyből cserebogarak dugták ki a lábukat, meg jól ápolt bajszukat. Hollá! Mondottam. Éppen az előbb gondoltam a cserebogarakra. Mit akar ezzel a skatulya cserebogárral? A városházára viszi, közölte rongyos kis szúnyoglábait kacérul illegetve. Valami hirdetést olvasott, hogy a városházán jutalmat adnak az összefogdosott cserebogarakért. Akkor rohanjon, figyelmeztettem, mert éppen most zárják le a jelentkezéseket. Felkapta piros szoknyáját, és futásnak eredt. Egy finomabb kocsiból fiatal hölgy pillantott felém, aztán megvetően félre fordította a tekintetét. Úgy ült ott fehér keblével és csinos nyakával, mint egy porcellán hölgy előkelő cukortartókon. Nagyon felháborította, hogy ugrik borbálával látott. Nem ismerlek, kis porcellán kebel, gondoltam, és megemeltem a kalapomat. De mert úgyis azt tartják rólam, hogy rakoncátlan fickó vagyok, hát minden kockázat nélkül megemelem a kalapomat az erkölcseid előtt. Úgy nézett át rajtam, mint a nap valami piszkos ablaküvegem. Vállat vontam, és befordultam a tekepálya kapuján. A kuglizóban már vártak rám a cimboráim. Tömzsi a főcimborám, hosszú, szipkás szivarral az agyarai között, Feketics a gyékeny szakállú fakukac, meg a lólábú Bodza az elbocsájtott mozi hegedűs, aki mindig elpirult az örömtől, ha meglátott. Tömzsi, Feketics, Bodza meg én voltunk a híres kvartett tagjai. Nem voltunk vonós négyes, inkább fúvós zenekar. A közvélemény, amely bevont bennünket vastag nyálával, pofátlan naplopóknak tartott mind a négyünket. Nem mondom a napot néha, tényleg csak ugyan loptuk, de egyebet aztán igazán nem. Ahogy beléptem, Tömzsi karmesteri szivarjával megadta a jelt, mire a kvartett rázendített a szokásos nyitányra. A nyitány lezajlása után tolmácsoltam a kvartettnek az ugrik borbála nyájas üdvözletét, és aztán kezdetét vette a tekézés. Minden szerdán és szombaton tekéztünk. A bábokat úgy aprítottam, mint más a répát. Egy hét előtt fel is kerültem a legfelső gerendára nagy krétabetűkkel. Felméri Kázmér 1923. május 16-án 9-et ütött. Ma jó papírformában vagyok, jeleztem nagy szakértelemmel mérlegelve a golyót, mint kofa a görög dinnyét. Ide nézzetek, rongyosok! Fenn az égi kuglizóban nem gurítják el a mennydörgést olyan remekül, mint ahogy én lódítottam el a golyómat. Tömzsi irigyen füttyentett egyet, Feketics meg olyan ecetes pofát vágott, hogy képétől összementett a jalábosban. A lólábú felhasználta a feszült pillanatot, és kiitta a sörömet. A várva várt mennydörgés elmaradt. A golyó mezitláb futott egy darabig, aztán anélkül, hogy leereszkedett volna a pálya földjére, gyalázatosan és ismeretlen célzattal elkotródott a nézőtérről. Vártam, hogy nagy röhögés robban ki szégyenletes tettem nyomán, de nem lett belőle röhely. Tömzsi fejbőrével táncoltatni kezdte kopár kemény kalapját, Bodza jobb lába alá dugta a botját, Feketics pedig szürkén nézett maga elé, és soron kívül azt mondta, umtatta, umtatta. Aztán megvetően elindult legyet fogni. Csipások, szólottam én, bölcsen mérsékelve magam. Napóleonnak sem sikerült minden dobása. Tudjuk, tudjuk, vélte Feketics a fapofa, kegyetlen nyugalommal agyoncsapva egy legyet. Ezt meg kellett torolni. Intettem a gyereknek, aki a bábokat állította, hogy ügyesen hozza üzembe a szerkezetet, amíg megisszuk a sörünket, és néhány gorombaságot mondunk egymásnak. Mi hír Olaszországból? Kérdeztem Tömzsitől. A grófnőt autóbaleset érte. Az anyja táviratozott. Benyúlt a zsebébe, és keresgélni kezdte a sürgönyt. De nem találta. Persze, ti piszkok, szólott vállatvonva. Ti most azt hiszitek, hogy lódítok. Hogy Márpozáni grófnőt nem is érte autóbaleset. A Márpozáni nevet egy narancsládáról olvasta le tavaly a fűszerkereskedő udvarán.
Akkor kezdte alapozgatni, építgetni ezt a kis hazugságát. Aztán fokozatosan rácsempészett egy-egy téglát. A hazugság már majdnem fel volt építve, csak még a tető hiányzott róla. Nagyon féltettem már Pozsonyi grófnőt ettől az autóbalesettől. Tudtam, hogy ez a malac tömzsi most hidegen meg akarja ölni, hogy a regényes mű teljes és befejezett legyen. Lólábú következett, aki sántítva, csípőből hintázva nekilódult a deszkának, aztán felkapta nyomorék lábát és nyelvét kilógatva leste, hogy a golyó milyen irányt választ magának. A golyó kiugrott a részére kijelölt ösvényről, neki ment egy fiatal eperfának, aztán visszapattant és agyonütött egy közelben legelő kakast. Talált! Mondta tömzsi, és mindjárt felmászott a keresztgerendára, hogy megörökítse az eseményt. Lólábú 1923. május 23-án egy kakast ütött. Agyon. Aztán hozzátette még. Egy dobásból. Én nem járulok hozzá, tiltakozott Feketics már előre is az ellen, hogy együtt fizessük meg a kakas árát. Erre szerencsére nem került sor, mert hamarosan belihegett a vendéglős is, aki alaposan megtekintette a kakas hulláját, és közölte, hogy a megboldogult Dukics tyúkászatából való. Innen a szomszédból. Az jó, jeleztem. Akkor legalább nem kell a kokasért temetkezési költséget fizetnünk. És átdobtam az állatot a kerítésen, mert azon túl volt a Dukics féle tyúkászat. Pucoljunk innen, javasolta tömzsi könnyedén. De Feketics, a rendembere, megvetően ingatta a fejét, mint a porcelán szamarak a bazár kirakatában. És ha rájönnek, hogy a kakas lólábú csapta agyon? A kakast mi csaptuk agyon, jelentettem kinyugodtan. Azért mégiscsak menjünk, indítványozta lólábú hebegbe, mert kártérítés esetére csak két nadrágom volt a zsebében. A kerítésen éppen egy csizmás alak ereszkedett le az udvarra. Az egyik kezében hosszú rudat tartott, a másikban pedig a döglött kakas nyakát szorongatta. A tyúkászati felügyelő lesz, mondottam Bodzának. Nézd, milyen X lábai vannak. Röfögve emelte fel az orrát. Maga verte agyon a leghornunkat? És a döglött kakast meglóbálta a lólábú sápatorra előtt. A golyó verte agyon. Figyelmeztettem a szuszogó csizmás alakot tárgyilagosan. Fizu, vagy leszedem a kalapját! Böffentette a tyúkászati felügyelő, a döglött állatot ide-oda ingatva lólábú előtt. No, kalap vagy kokaspénz? Semmi kokaspénz, intettem röviden. Maradt volna otthon a kokasa, és ne lábatlankodott volna a tekepálya körül. És hagyja azt a kalapot, köhintettem figyelmeztetőleg, amikor láttam, hogy létszel le akarja piszkálni a bodza fejéről a kalapot. És miután az anyámmal kapcsolatban röfögött valamit, a mancsomat alaposan ráejtettem a képére. Hagyja az anyámat, 10 éves koromban meghalt. Közöltem bele, és tenyeremmel becsuktam a száját, mint egy bugyellárist. Az orrával is történhetett valami, mert egészen összevérezte az ujjaimat, sőt, később kénytelen voltam a hasára is ráülni, mert mázsás csizmáival folyton érzékeny lábszárcsontomat vette célba. Aknára futott az ipse. Oldalba lökött, erre megint megnyomtam egy kicsit. Olyan hangot adott ki, mint az öreg sertés, amikor levágják. A kerítés mögött akkor megjelent egy fiatal hölgy, nagy kerti kalapban vörösre gyulladva a haragtól. Nem szégyelli magát? Tudakolta tőlem, és majd felfalt nagyszerű szemeivel. Ha óhajtja, mondottam neki, és fölemelkedtem a hajdani őrmester hasáról, hogy jobban szemügyre vehessem. Erre röviden közölte velem, hogy arcátlan vagyok, és megfordult. Erről a megfordulásról valahogy ráismertem. Ez volt az a pompás és erkölcsös porcelán hölgy, akit 2 órával előbb itt hintózott el a kuglizó előtt. A Dukics lány, suttogta Bodza zavartan. Most érkezett haza külföldről. A gazdatiszt szuszogva tápászkodott fel, mi azonban ügyet sem vetettünk rá, és közepes sietséggel elhagytuk a vendéglőt. Lólábú ilyetten hadarta el a másik kettőnek rövid intermedzónkat. A gallérom úgy látszik elhasadt, mert tömzsi azt ajánlotta, hogy kerüljünk a temető felé. Ott lakott. Az anyja temetőgondnok volt. Majd kölcsön ad valami gallért. Egy szót sem szólottunk. Mocskos alakok. Vélte fapofa, és sértődöttem faképnél hagyott bennünket. Dukics? Kérdeztem lólábút. Nem a bank igazgató lánya? De. Intett lólábú, mert ő mindenkit ismert. Tömzsi is elköszönt. Javulást kívántunk a grófnőnek, és a lólábúval elindultunk a főtér felé. Alkonyodott. A cserebogarak visszatértek a gesztenyefákra, és behúzták lábukat, meg bajszukat. A leghorn kakasról még meg kell említenem, hogy nem döglött meg véglegesen. Hamarosan feltámadt, és hangosan kukorékolni kezdett.
Akkor láttam, hogy a véletlenek nem csak a gyönge regényírók tettes társai. Nagyon is tervszerűen dolgoznak körülöttünk. Az életünk tervszerű véletlenek sorozata.